óriási nagy sikere való tekintettel felturboztuk magunkat az újabb madridi derbire. A Real Madrid az Atleticot fogadja a 26. fordulóban a spanyol bajnokságban. Hogyha emlékeznek, ha látták, akkor tavaly februárban már hasonló körítéssel mentünk neki a madridi derbinek. Az az egyik oldal számára volt csak jó emlék, a másik fél képviselői úgy támolyogtak ki a stúdióból, hogy ezután megváltozik-e, az hatalmas kérdés. Minden esetre nagy szeretettel köszöntjük mindkét csapat szurkoló táborát, illetve a csapatok képviselőit itt a Sport Televízió stúdiójában. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek, és azon belül is a képviselőiket, hiszen velünk van Bence Szabolcs, az Atletico Madrid, Elten Ági András a Real Madrid képviseletében, illetve Hegyi Ivánnal és Hajdú Attilával együtt figyeljük majd az összecsapást. Kezdjük akkor nagyon gyorsan azzal, hogy azok az Atletico szurkolók, akik nem itt vannak most nálunk a Sport TV-ben, azok nagyjából merre, itthon vagy akár kint a meccs helyszínén, és egy nagyon rövid felvezetés csak annak kapcsán, hogy a legkevesebb gólt kapó csapat vajon hogy képes túlélni és meghosszabbítani ezt a sorozatot a Bernabeu-ban. Szép napot mindenkinek. Akik nincsenek itt, azok természetesen Madridban vannak. Viszonylag kevesen vagyunk, de elegen. Innen legutóbb nagyon szép emlékekkel távoztunk, reméljük ez most is így lesz. A legkevesebbet gólt kapó csapat, én azt gondolom, hogy talán szerencsénk nem is, de jól fogunk megint szuperálni hátul. A túloldalon viszont a bajnokság legeredményesebb támadó sora, hogy a több mint 70 találat a Real Madridnál, mennyire lehet ezt érvényre vinni, és hol ülnek azok, akik azt szeretnék, hogy a Real Madrid ismét termeljen? Én is üdvözlök mindenkit. Az egyesületünk több tagja jelenleg Madridban tartózkodik szintén, és ott fogják a helyszínen nézni, illetve az egyesületnek van egy állandó törzshelye, ahol elég nagy létszámmal szoktak összegyűlni a Madrid szurkolói. Ők most jelenleg is a sugárüzletközpontban nézik a mérkőzést. És hát én pedig bízom a támadósorunkban többek közt, főleg azért, mert Benzema felépült a sérüléséből, és újra kezdőként lehet vele számolni. Én pedig nagyon bízom benne, hogy egy jó meccset és sok gólos meccset fogunk látni. Egy egészen szemtelen nyilatkozatot olvastam Gutitól, a volt Real játékostól, aki ugye méltatta Simeone kapcsán az Atletico fejlődését, de azt mondta, hogy nincs az az Atletico játékos, aki beférne ebbe a Realba. Igaza van-e, vagyis azt állítja, és ebben egyet tudunk-e vele érteni, hogy kizárólag csapatszinten lehet jobb az Atletico a Realnál? Hát, jó napot kívánok, szerintem ez túlzó állítás, tehát 11-0-ra nem nyerne a Madrid az összehasonlításokban, bár szerintem is több lenne a Real Madrid játékos a képzeletbeli közös csapatban. Már ránézett az Atletico képviselője, hogy de jó Isten, ilyet még elképzelni se, szóval ezt a borzalmat, hogy itt valami közösködés legyen, és azon mosolyogtam, hogy egyébként azt mondta a mellettem ülő úr, ugye, hogy a Madrid. És ugye a Real Madrid szurkolói, ők nem mondják, hogy Real valóban a Madrid, és az Atletico, mint a nem is létezne. Tényleg nem fogsz élve kijutni. De hát ez történt. Majdnem, mint Gutti, tehát azért betegszik az ő nyilatkozatát. És akkor a másik oldal, ha már Simeone érdülegesen szóba került, igazából az első komoly mérkőzésre készül Zidane, ugye idegenbeli pontvesztések után hazai derbi, mennyire áll erre készen a Real? Tiszteltel köszönöm a kedves nézőket, ha már azt kérdezted, hogy ki hol van, én egyszer voltam Madridban, emlékeim vegyesek erről a 90 percről. Hogy készen áll-e Zidane és a Real erre az igen komoly mérkőzésre? Azt gondolom, hogy igen, ahol a legsebezhetőbb a Real, az ugye a védelem, ezt megbeszéltük már múlt héten is, nem igazán rendezetten állnak vissza védekezésből, tehát azt gondolom, hogy ezen az egy hét alatt nem tudott ezzel mit tenni Zidane. Ha hatékonyan és hasonló önbizalommal támad majd otthon a Madrid, akkor ez jó lehet, hiszen akkor nem tud kibontakozni az Atletico, és így nem lesz próbára téve a egyébként fokhias védelem, mert ugye Marcelo az megsérül. Az ő esetleges pótlásáról később lesz szó, azért nyilván Madridon kívül is van élet a 26. fordulóban a spanyol bajnokságban, úgyhogy gyorsan megmutatjuk a párosítást. A Las Palmas idegenbeli győzelmével kezdődött a 26. forduló, és csak hogy még a Barszára hegyezzük ki, azért az sem lesz egy könnyű meccs, a Sevilla megy majd a Camp Nou-ba, úgyhogy itt lehetett látni, hogy mely mérkőzéseket közvetítjük. Majd itt pedig a tabella, amelyet a Barca, tehát 8 ponttal vezet az Atletico, és 9-el a Real Madrid előtt. Nyilván nagy
nagyjából ebben a kontextusban értelmezzük majd az előttünk álló 2x45 percet, de van már előzménye ennek az összecsapásnak, miközben az alsóházat láthatjuk. Természetesen az őszi meccs felvételeivel fogunk nyitni. Október elején találkozott a két csapat a Vicente Calderonban. Casemirot futtatják egy picit. Carvajal, neki nem kell futni a labdáért. Belefutja utána Filipe Luist. Jön a labda középre. Benzema! Gól! A 9. percben Karim Benzema góljával vezet a Real Madrid. Gyönyörű gól. Elképesztő formában Benzema. Ez már a 6. gólja a bajnokságban. Simeone nem érti. Meg tudom érteni. Úgy ment el Carvajal Filipe Luist mellett, ahogy csak akart. Nézzük meg még egyszer. Könnyedén megkerüli, benéz oda középre, Ronaldónak nem jó, Benzemának pedig tökéletes, és megállapíthatjuk azt is, hogy az Atletico védői nagyon, de nagyon rosszul helyezkedtek. Juanfran nagyon távol Benzemától, de hát hol vannak a belső védők? Ronaldóval mentek mindketten, Jiménez és Godin is, így Benzemán nem maradt ember. Arbeloa, Pereira Carrasco harcol megérte. Arbeloa próbálja visszahúzni, Kroost is ott hagyta, Ferreira Carrasco, Jackson Martinez, Arbeloa mellett, Martinez, ott a lecsorgó, gól! A 83. percben Vietto kiegyenlít. Diego Simeone pedig kifut a világból, Bono Burgos pedig követi őt. 1-1, 7 perc van hátra a derbiből, Vietto. Megszerzi az első gólját az Atletico Madrid futballistájaként. És erre mindig is emlékezni fognak. Jackson Martinez, Arbeloát másodszor csapják be egy szituáción belül. Ez pedig óriási hiba, szerintem Navas is benne van egy picit. Griezmann érkezik a rövid saroknál, mint egy tank úgy hozza Jackson Martinez. Októberben tehát az Atletico megmentette a meccset, de megint hivatkozva az egy évvel ezelőtti 4-0-ra, meg hát ugye az a Saúl Íguez rúgta az ollózós gólt, aki akkoriban még épp hogy bebekerült a csapatba, most pedig már egyre inkább alapember, szóval ha csak belőle indulunk ki, akkor szépen azért meg van építve ez az Atletico azóta is. Igen, igen, Saúl Íguez nagyon szépen beépült. Kicsit kell is a középpályára, mert egyrészt foghíjas, ugye kiesett a Thiago, és hát Gabi is már nem mai gyerek, tehát nem is állt a középpályás frissítés az Atletico-ban. Szerintem ezen a poszton lesznek is majd igazolások. Jó kreatív középpálya. Rövidesen Attila elemez majd, méghozzá azt szeretné megmutatni nekünk, ha ezt a pontot előre lelőhetem, hogy mennyire nehezen jutott át az Atletico védelmén a Real az őszi meccsen. Azért persze vannak csapatok, amelyek ellen lazán 4-et, 5-öt, 6-ot rúg a Real, de lehet, hogy ez nem az a könnyű, szokásosnak mondható sima zidános hazai lesz. Igen. Hogyha megtalálják az ellenszert a Real Madridnak a támadó játékára, akkor azt láthatjuk az idei szezonban, hogy vannak problémák, amikor át kell törni egy beálló csapatnak a védelmét. Remélem, hogy most nem ez lesz a helyzet. Illetve még visszatérve a Nigezre, ugye még a Real Madridnak az utánpótlásában is eltöltött egy rövid időszakot, és onnan a legutóbbi nyilatkozata alapján nem kellemes emlékei vannak, úgyhogy őnek is szerintem ez még egy extra motivációt jelent, hogy a Real ellen léphet újra pályára. Úgyhogy... És mert tudjuk, hogy ugye az Atletico egy pokróc keménységű csapat, nem ez volna az első alkalom, ha ez egyáltalán ilyen alkalom lesz, de mondjuk a Villarrealnál láttuk, hogy fölrakott egy pokróc kemény csapatot az ellenfél edzője is. Képes-e vagy akar-e szerinted Iván a Real ehhez úgy alkalmazkodni, hogy mondjuk Casemiroval, csak mondtam egy nevet, egy picit a stílusnak megfelelő játékosokat tesz fel a pályára? Nem, én azt hiszem, Zidane az edző, Zidane nem alkalmazkodik az ellenfél, ez nem ahhoz szokott, alkalmazkodjon az ellenfél. És egyébként is azt gondolom, hogy még az Atletico szurkolók is valószínűleg elismerik, hogy a mérkőzés azon múlik, hogy az Atletico meg tudja elfékezni a Real Madrid támadójátékát. Tehát, hogy én nem feltétlenül arra gondolok, hogy beáll a 16-osára, hanem nem engedi a kontrákat, főleg kiban nem veszít labdát középen, mert ugye az életveszély, de hát nyilvánvaló, hogy a meccs esélyese azért a Real Madrid, de ha van csapat, amelyik nyugodtan, most persze a Barcelonán kívül, hát az más
kategória. Szóval van csapat, amely képes megállítani a Real Madridot, és amire lehet bízni, hogy masszívan meg tudja állítani, az Atletico. Egyébként is az Atletico ellen, hogy te mondtad, téged is meg fognak verni, csak így mondom, néhányan itt. Szóval a pokrot kemény, és akkor még nagyon óvatosan fogalmaztál, és hogyha hát ha ezt az Atletico a taktikailag is meg tudja valósítani, és ez a keménység még párosul ez a taktikai felkészültsége, akkor a Real Madridnak nehéz percei lehetnek, de én azt gondolom, hogy a favorit a Madrid, tehát a Real Madrid. Amúgy a sugalmazás ellenére nem durvulunk természetesen, viszont ha már a fékezés szóba került, akkor ha most nem is fékezett habzású mosóport, hanem egy esetlegesen megfékezett Real mutat be nekünk, ja. Attila. Hát a hajdúra gondoltam. Hát az már az, ami... Igen. Szóval, megkérlek, hogy áradjod az elemző monitorunkhoz, és akkor lássuk, okay. Hogy az, amiről Iván is érintőlegesen beszélt, hogy hogyan volt képes az őszi meccsen féken tartani a Realt az Atletico. Szóval mi valósult meg ebből akkor? Nem lesz túl izgi, de tanulságos. Hát ugye majd, hogy nem másfél percet fogunk látni. A Madrid az, aki támadást próbál vezetni. És azt látjuk, hogy hogyan rendeződik vissza az Atletico. Ugye itt van már három játékosunk, akik a középpályára vissza fognak menni. Higgyék el, még nem látjuk, de innen jön a két csatár is, akik vissza fognak rendeződni. Amikor azt mondtam, hogy nem túl izgi, már is látjuk Torres befutni a képbe, amikor azt mondtam, hogy nem túl izgi, azért mondtam, mert Benitez volt itt még az edző. Ez egy lassú és körülményes támadásvezetés, amit láthatunk a Madridtól. Egyéni játék nulla, hál' Istennek azért ez Zidane érájában azért ez megváltozott. Azt mindenféleképpen lehet látni, hogy időt hagy a Madrid, de mindenhol meg tudják csinálni a kettő az egyet, és a labdás játékost rögtön támadják. Elékezünk mindjárt az 50-eshez, amikor gyakorlatilag teljesen jól ki lehet rajzolni azt, hogy van négy védője, van négy középpályása, van két csatára az Atleticónak, akik teljesen szabályosan állnak föl. Ugye azt szoktuk mondani mindig, hogy a csapatrészek közötti távolságnak körülbelül ugyanannyinak kell lenni, hát ez mondjuk ráfogható. Itt mondjuk felfedeztük, hogy Oblaknak inkább itt kéne állni, mert ugye neki követni kell mindig az utolsó embert a védelembe. De egy biztos, hogy gyakorlatilag ezen az erődön nem tudott átmenni a Madrid, hogyha itt mondjuk itt van egy terület, ami sebezhető, igaz, mert itt nincs senki, akkor annak ezen a mérkőzésen a Madridnak körülbelül 15-21 másodperc kellett, hogy megfordítsa a játékot, ez alatt átolódott mindenki. De nyilván most nem azért vagyunk itt, hogy a Madrid támadójátékát kritizáljuk, hanem inkább méltassuk az Atleticónak a védekezését, azt gondolom, hogy erre számolhatunk ma is. Ami még lényeges, és a Pokróc keménységű, durvaságú védekezésről beszéltetek, itt ez alatt a másfél perc alatt egyetlen egy szabálytalanság sem történt. És akkor befejezzük azzal, ami talán erre a mérkőzésre a legjobban volt jellemző. Végre sikerült egy kényszerítővel az Atletico védő területére érkezni, közel a kapuhoz. Mi történik? Modricnak van egy fedezete, Ronaldónak is, a Marcelónak is, Benzemának is. És ezen kívül még, hogy ez ne legyen elég, azért még találunk kettő, és szerintem ez Filipe Luis itt a bal oldalon, még három szabad játékost, azon kívül, hogy minden fehérmezesnek van egy védője. Nem lehet más ebből a támadásból, mint ha jól emlékszem, ilyen Marcelo felfejeli két védő társaságában, és Oblak lehúzott, tehát igazából ennek a másfél percnek ez volt a története, és igazából a támadó játéka is erről szólt a Madridnak, és ilyen jól védekezett az Atletico. Köszönjük szépen. Maga az elemzés egyébként nagyon izgalmas volt, a másfél perc az kevésbé, úgyhogy bízunk benne, hogy azért lesz majd egy mozgalmasabb időszak ennek a mérkőzésnek. Ami a meccs előtti sajtótájékoztatókat illeti, érdekes módon mind a két oldalt ugyanaz a téma uralt, amiközben a madridiak egymás ellen játszanak. A kérdés, hogy egyáltalán bármelyiknek van-e esélye utolérni a Barcelonát. Először hallgassuk meg, hogy Zinedine Zidane mit mondott erről a bizonyos törülköző be nem dobásról. A madridi rangadót megelőző reálos sajtótájékoztatón Zinedine Zidane, a királyi gárda szakvezetője először arról beszélt, hogy milyen hetük volt.
Remélem, hogy jó formában leszünk szombaton, mert egész héten nagyszerű edzéseket végeztünk, és úgy érzem, hogy sikerült alaposan felkészülnünk erre a bajnokira. Persze tudjuk, hogy ez egy derbi, és egy derbin mindig minden megtörténhet, de azt sem szabad elfelejteni, hogy ez is egy olyan bajnoki, mint a többi, és a legfontosabb, hogy ezen is megszerezzük a 3 pontot. A bajnoki esélyekről a következőket mondta Zidán. Mi az utolsó pillanatig nem fogjuk megadni magunkat, és ezt nagyon őszintén mondom. Ha szombaton kikapunk, akkor is harcban maradunk a bajnoki címért. Ráadásul ott van még nekünk a Bajnokok Ligája is, tehát szó sincs arról, hogy hirtelen itt maradunk célok nélkül az idény vége előtt nem sokkal. A mi szezonunk biztosan nem ér véget ezzel a rangadóval. Az Atletico-ról a következőket mondta a francia tréner. Tudjuk, hogy az Atletico remekül védekezik, de ez korán sem azt jelenti, hogy csak védekezni tudna. Egy nagyon komplett együttesről van szó, tele remek futballistákkal, így aztán pontosan tudjuk, hogy milyen nehézségek várnak ránk. Kielemeztük őket, és azt is kielemeztük, hogy egy hete Malagán milyen hibákat követtünk el, miért nem sikerült nyernünk. Sokat dolgoztunk ezen a héten, de azt is tudom, hogy a meccsek néha olyan apró nüanszokon dőlnek el, amikre nem lehet előre felkészülni. Pontos mesélyen tehát Zinedine Zidane életében, és azért az nagy kérdés, hogy a kezdeti időszak, ami a hírek szerint semmi másról nem szólt nála, mint hogy hagyta őket játszani, tehát egy picit lazábra engedte a Benitez féle gyeplőt, hogy ez elége vajon az Atletico ellen, vagy lassan látunk valamit a taktikus Zidane-ból, a megfontolt Zidane-ból, a variáló Zidane-ból. Úgy gondolom, hogy a Benitez kinevezése, ez is ez a fél év, ami eltelt, ez egy fél év előny volt a többi csapat számára, illetve nekünk fél év hátrány, hogyha úgy vesszük. A játékosok nagyon nem voltak jobban Benitezzel, viszont Zidane ebben például a tapasztalat hiánya ellenére más, hogy nagyon jobban van az összes játékossal, tehát semmi olyan hírt nem szivárok ki az öltözőből, hogy bármilyen probléma lenne. Én úgy gondolom, hogy a lelki oldala az, amit Zidane jelen pillanatban maximálisan oda tud tenni, és az látszik, hogy a játékosok a gólörömöknél hogy reagál, vagy a gólutkotán hogy reagálnak ugye a gólörömökben. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez lehet a Zidane-nak most az előnye, úgyhogy én még a nagyon taktikus Zidane-t nem láttam. Remélem, hogy most ez elég lesz a mai meccsen. Nagy kérdés, nyilván a legnagyobb kérdés, hogy elég lesz. Tart-e ott a Real Madrid, hogy azt tudja mondani Zidane az Atletico meccs előtt, hogy csak úgy, mint eddig? Hát szerintem az ennél mindenképpen többről van szó az öltözőben, és én afelől is abból a szempontból is kétségeket támasztok, hogy fiúk, menjetek ki, azt a játszatok, mert az alatt a másfél perc alatt, amelyet Attila olyan ragyogóan megoldott, másfél percig járatták a labdát, egy csel nem volt. A Real Madrid játszott, azért egyetlen egy ember, egyetlen csel sem mutatott be másfél perc alatt. Azt ismerjük el, hogy a Real Madrid hagyományaival nem feltétlenül stimmel ez a másfél perc. Tehát én nem hiszem, hogy a Real Madrid olyan különleges játékosok lennének ma. Mondjuk a klubtörténet olyan különleges játékos, hogy csak azt mondhatná, akár Zidane is, aki persze a klubtörténet különleges játékosai közé tartozik, hogy menjetek ki, azt játszatok. Nincs olyan jó helyzetben ma a Real Madrid, még akkor is a favoritnak tartom. Ennyit tehát Zidane sajtótájékoztatójáról. Ivánnal és Andrással oldottunk meg ezt a kérdést. Most váltunk a másik oldalra, és mindjárt Szabolcs és az Atleti véleménye is jön ezzel kapcsolatban. A kérdés, mondom, hasonló volt, úgyhogy kiderül, hogyha őszinte választ kell adni a felvetésre, mely szerint van esély a bajnoki címre, akkor mi lesz Simeone válasza? Az Atletico Madrid pénteki sajtótájékoztatóján Diego Simeone-tól elsőként azt kérdezték, hogy szerinte csapatának van-e még esélye a bajnoki cím megszerzésére. Erre kétféle válaszom is van, de ha azt kell mondanom, ami eszembe jut, akkor azt válaszolom, hogy amíg a matematika szerint van esélyünk, addig érdemes reménykedni. Másrésztről viszont kétségkívül nehéz elképzelni, hogy ez a Barcelona 9 pontot elveszít a hátralévő fordulók alatt. Az Atletico argentin trénere ezt követően némi pénzügyi okfejtésbe kezdett.
Nyilvánvalóan van különbség a klubok büdzséje között, és én erről azt gondolom, hogy egy mérkőzésen le lehet küzdeni ezeket a különbségeket, de egy teljes szezonon keresztül ez szinte lehetetlen. Szerintem, akinek nagyobb a büdzséje, majdnem mindig meg fogja előzni azt, akinek kisebb, mert kevesebb játékosa és így kevesebb alternatívája van. A Real elleni találkozóról a következőket mondta Simeone. A Real ellen egyetlen lehetősége van az edzőnek és a játékosoknak is. Minél több lehetőséget kell kialakítani az ellenfél kapuja előtt, és meg kell próbálni ezeket minél nagyobb számban gólra váltani. Egy évvel ezelőtt 4-et rúgtunk nekik, mert akkor nagyon kijött a lépés, de az is lehet, hogy szombaton csak egy helyzetünk lesz, és azt kell kihasználnunk. Az biztos, hogy nagyon nagy a felelősség a csatárokon, mert nem szabad hibázniuk. És Griezmannra rakott egy pici plusz terhet, úgy tűnik Diego Simeone ezzel a mondattal, nem? Igen. Igen. Nem kis terhet. Pláne annak tudatában, hogy hát az Atletico bármennyire is jól védekezik, nem olyan jó elől. Igaz, hogy a kapott és a rúgott gól arányaiban az egyik legjobb Európában, na de az Atleticónak én most sajnos azt mondom, hogy nincsenek nagyon csatárai. És elől annyira mert mi bajod van Griezmannnal, vagy éppenséggel? Kevesebbet játszott Torres-szel? Griezmannnak kifejezetten semmi bajom, Torres nem hozza azt, amit szerintem mindenki várt tőle, illetve Jackson Martinez sem várt be, és ezen kívül nagyon kevés a csatár variáció. Visszatérve Simeone nyilatkozatára, szerintem reálisan látja ő a helyzetét. Nem hiszem, hogy ilyen bajnoki álmai lennének neki, ugyanakkor neki egyetlen célja van szerintem a dobogó maradni, ha lehet, akkor talán még a Real Madrid előtt, illetve a BL-ből kihozni a maximumot, és nagyon jól tudja, hogy azért egy erősen szétkapott és szétvásárolt játékos állományból próbálja kihozni azt, amit tud. Erre utalt a nyilatkozatban is. Még egy dolog, Szabolcs, ugye láttuk kétféleképpen kezdeni ezt az Atletikót, mondjuk ahogy a Barszát meglepték rögtön az elején torokszorongató módon, és néha ilyen lassú vízpartot, most majd úgyis a 85-ben valaki bekotorja típusú játékot láttuk. Te melyiknek örülnél jobban most? Én mindig is azt a játékot szeretem, amit Simeone meghonosított a pályán, amit mondott is, hogy ő 11 Simeonét szeretne a pályán látni, és nagyon sokáig az Atletico így is működött. Így is működik egyébként sokszor, de az Atletico, ami ezzel a játékkal bajnok lett, az már nem az Atletico, ami most. Én ezt szeretem, és ezt én ennek örülnék, hogyha ezt tudná Simeone. Szerintem van annyira tüzes most, hogy ezt így tudja érvényesíteni. Szóval torokszorongató kezdés? Szerintem igen. Egyébként a két edzőt nagyon érdekes több szempontból is összehasonlítani, és készültünk is, hogy érdemes egy picit böngészni kettejük összehasonlítását, miközben azért azt hiszem a felvetés jogos, tehát ha ez az Atletico nagyon hasonlít Simeonéra, mint játékos, akkor mennyire hasonlít a Real Zidane-ra, tehát mennyire ön vagy edző azonos a két csapat már most? Szerintem abszolút. Tehát 106 és 108 szoros argentin és francia válogatottról beszélünk, tehát már ezért is érdemes leülni a képernyőre. Azt gondolom, hogy ha a Reára egyértelműen lehet mondani, hogy edző azonos, hiszen előre mennek improvizatívak és önbizalommal teliek, mennek előre. Simeone csapata az, hogy torokszorongató és rámegy az ellenfélre, az némileg egy kicsit ellentétes azzal, hogy Simeone védő volt, egy kőkemény védő, tehát összességében bár ráttuk a Barszát, amikor az első fél időben azt se tudta a Barsz, hogy milyen rendezvényen van, és hogyha nem jön a két kiállítás, sőt, mondjuk még egy kiállításnál is volt helyzet, akkor bármi is lehetett volna, de én azt gondolom, hogy inkább ez egy védekezősebb Atletico lesz ma, amiben van egy kis séróság is, mert ha jönnek, akkor az a bizonyos labilisabb reálvédelem az sebezhető egy esetleges kontrával. Én így gondolom, hogy így lesz. És hát a két edző találkozásának van azért egy komoly romantikája tekintettel arra, hogy ők játékosként is játszottak madridi derbit, bár többet Olaszországban egymás ellen, úgyhogy érdekes lesz valóban megnézni, hogy ami sikerült vagy nem sikerült játékosként, azt mennyire tudják érvényre vinni edzőként. Én azt gondolom, kicsit vitatkozva Attilával, hogy a Simeone az olyan, mint az Atletico, vagy az Atletico olyan, mint Simeone, a Real Madrid nincs olyan, mint Zidane. A
Real Madrid akkor lehetne olyan, mint Zidane, ha olyan játékos is jelennének, mint Zidane-nak a partnerei, mondjuk Robi Carlos és Ronaldo, és így tovább. Hát ilyen játékosok nincsenek, de Simeone, és még egy gondolatom, ott a 11 Simeone lenne a pályán, akkor már nem fejeznék be a meccset, mert akkor valószínűleg lefújnák hétnél, hogy több... Hát, hogy igen, hogy annyi kiállítás lenne, vagy annyi sérülés. Csak azt akarom mondani, hogy érdemes megnézni ezeket a régi képeket, melyeket poros polcokról bányáztunk elő, és valóban ugye abból az időből valók, amikor még fehérben volt Zidane, és Simeone pedig a túloldalon játszott. Maga a klub, vagy akik ide az areának szurkolnak, mennyire sírják vissza ezt az időszakot, mennyire keresik mondjuk Modricban Zidane utódját, csak hogy mondjak egy példát, a nagyjából hasonló poszton játszó játékosok között. A weboldalunk olvasói folyamatosan visszajeleznek nekünk ebben a témában egyébként, és nagyon sokan vannak, akik már akkor ugye Real Madrid szurkolók voltak, amikor Zidane itt játszott, és ők visszasírják nyilván, hiszen hatalmas nagy nevek, és tényleg nagyon jó, jól élvezhető játék volt. Viszont ugye a fiatalabbak, ők pedig csak inkább videókról látják ezeket a régebbi játékosokat. Ők a mostaniakért vannak oda. Visszasírjuk. Tessék? Mi is visszasírjuk. Szóval egész visszasírják. Egyébként, bocsánat, nyugodtan mondjátok, csak annyit hadd szúrjak közben, hogy rendbe tegyük a képet. Ez az egyetlen olyan bajnoki mérkőzés, aminek a képeit láthatjuk, amikor egymás ellen játszott a 2003. december 3. Real Madrid Atletico Madrid 2-0. És mindketten pályán voltak. Most is látják, kedves nézők a képen, ugye az Atleticónál itt közelebbről is Burgos láthatjuk, aki mindig ebben a sapkájában védett volt, amikor hosszúgatjában. Ő most a segítője egyébként Simeonének, tehát ők együtt maradta. És ha mutatok én is valamit, egész elérzékelődtem, mert itt a Real Madrid táborban az egyik szurkoló Raúl Mez bejött. Úgyhogy csak hogy ugye Raúl vezette ki a Madridot, ahogy láttam a felvételen, szép ott látni. Egyébként, hogyha már itt ugye Torres-t figyelhetjük, azért megütötte a fülemet, hogy te magad, gondolom nem csak a saját véleményed képviseled, vagy ennek adsz hangot, nem nagyon vagy vele elégedett. Azt ugye tudjuk, hogy távozik a nyáron, de e pillanatban Griezmannon kívül senki más nem látsz, és azért Vietóra gondolok, aki sokat játszott elől, aki meg tudná oldani az előrejátékot? Őszintén szóval nem. Tehát Torresnek vannak jó pillanatai, de szerintem már ő közel sem az a régi, akit mi szerettünk volna látni. Vietto pedig szerintem még annyira nem épült be, és nem tud rá. Más játékrendszerben játszott ő a Villarrealban, mint az Atletico-ban, és ezt nem tudom, hogy mennyire tudja Simeone átvenni a fejében. Ezen kívül valóban szerintem nagyon kevés a csatár lehetőség az Atletico-nak. Griezmann ő pedig hozza azt, amit hozott eddig is. Az atletikusok tehát attól félnek, hogy esetleg nem lesz elég játékos, aki a kapura veszélyes. A túloldalon, és rövidesen rákanyarodunk az összeállításokra, ugye a védelem okozhat fejtörést, amely kapcsán én sokat hallottuk, hogy eleve lassú, meg hogy Pepe visszatér, de nem tudjuk, hogy most még játszik-e, meg hogy a balbek poszton van gond. Tehát mielőtt jönnek az összeállítások, a te fejed vagy a ti fejetek mitől fő a leginkább? Igen, a védő problémától, méghozzá Marcelo kiesése az, ami az egyik legfájóbb. Ugye ő sérülés miatt nem tud itt lenni a mérkőzésen, és helyette a hírek szerint az a Danilo fog kezdeni, aki elég sok kritikát kapott, amióta megérkezett a Real Madridba. Tőled is? Tőlem is volt, hogy kapott, igen, illetve a szurkolótársaktól is, de hát bízunk benne, hogy majd most megmutatja. Eddig még nem annyira sikerült. Na hát akkor kapcsoljuk a mérkőzés kommentátorát, Faragó Richárdot, aki jön a friss hírekkel, mert hogy megvannak az összeállítások. Köszönöm a kedves nézőket, természetesen a Real hazai táborának jók az információi. Danilo került be Marcelo helyére, itt Zinedine Zidane-t láthatják a kedves nézők, amint érkezik, illetve a Real Madrid csapatát. Navas a kapuban, Carvajal, Varane, Ramos és Danilo, ez tehát a védelem. Pepe, illetve Marcelo helyén Varane és Danilo szerepel, Modric, Kroos és Isco a középpályán, elő pedig James Rodriguez a továbbra is sérült Bale helyén, Benzema, valamint Cristiano Ronaldo van még ott
játszott a kezdő csapatban. Nagy meglepetés nincs. A Marca információi szerint van egyébként a bal oldalon Danilo a védelemben, és Carvajal a jobb oldalon, de az sem kizárt, hogy ezt a kettőst esetleg megcseréli majd Zinedine Zidane. A másik oldalon, ha már a támadókról esett szó a stúdióban, Fernando Torres és Griezmann kap helyet a kezdő csapatban. 4-4-2-ben áll föl egyébként az Atletico Madrid. Oblak a kapuban. A védelemben Juan Fran mellett a két kőkemény uruguayi Jimenez és Godin, valamint a védelem bal oldalán Felipe Luis játszhat. Saúñiguez, Fernández, Gabi és Koke van ott a középpályán. Gabinak különösen fontos ez a mérkőzés, hiszen a 350. La Liga találkozójára készül, és mint említettem, Torres, valamint Griezmann. Itt három hiányzó van. Thiago, aki már tavaly november óta nem játszhat, mert eltört a sípcsontja, illetve Yannick Ferreira Carrasco és Stefan Savic, akire nem számíthat ezen a mérkőzésen Diego Simeone. Meglátjuk, hogy a hiányzók kinél hiányoznak majd jobban. Erről tehát, hogy a két szélen tulajdonképpen két jobb hátvéd játszik majd. Ugye Carvajal az egyiken és Danilo a másikon, de Sergio Ramos emeljük ki, aki a 30. Atletico Madrid elleni mérkőzésére készül. Nemrégiben még ugye azt mondtuk, hogy a világ egyik legjobb védője, és az elmúlt időszakban egyre több kritikát kapott, és nem biztos, hogy csak az állandóan vagy sokat sérült válla miatt. Szóval mennyire bízol te most benne? Nincs más, akiben bízunk. Ramos egyébként egy hihetetlen jó képzett védő, ami azért a játéknál, a kihozatalnál nagyon sokat számít, még akkor is, hogyha nincs a lábában annyi mérkőzés, mint az elmúlt években. Én azt gondolom, hogy azért kapcsolatban van a vállsérülésével és egyéb sérüléseivel, hogy nem tud folyamatosan játékban lenni, de azt gondolom, hogy ő ott kell, hogy legyen. Most ugye Varán lesz a védőtársa. Ugye hát a Marcelo helyettesítés az érdekes, volt már ilyen, amikor Marcelo kiesett, akkor azt húzta meg Zidane, hogy ugye akkor a Carvajal ment át a bal oldalra. De Nacho is tudott volna ott játszani. Így van, hát őt szerintem ugye alapból nem, tehát őt szerintem Zidane alapból nem rakja be, de a lényeg az, hogy most ezt nem húztam meg, tehát Carvajal maradt jobb oldalon, és valóban Danilo lesz a balbek. Itt mindenféleképpen sérült a hadrend hátul, tehát itt azért lesznek fázós perceink. Mit veszít ezzel a Real? Nyilván ugye láttuk pont Attila elemzését, hogy mennyi szükség van arra, hogy széltében bejátsszák ezt a pályát. Most azt tudjuk, hogy Marcelo szívesebben időzik az ellenfél tér felén. Ez mennyire igaz Danilóra? Hát, mintha kitaláltad volna a gondolatot, mert azt szerettem volna mondani, hogy azért ne kezdjünk aggódni a Real Madrid védőjátékáért, mert az elmúlt 50 évben nem emlékszem, hogy mikor beszéltünk a Real Madrid védőjátékáról egyáltalán. Tehát a Real Madridra sok minden jelentett, de jó Isten, hogy áll fel a védelem, meg minden. Most a Marcelót nem látták az elmúlt, nem tudom, 10 évben a hátul. Tehát most kis túlzással, most miről beszélünk, hogy védőjáték, tehát a Danilo se sokat lesz hátul, még akkor se lesz sokat hátul, hogyha nem a Real Madrid számára alakul kedvezően a mérkőzés. Egyébként pedig nem azért, hogy az igazamat ecseteljem, az összeállítás önmagáért beszél abban a tekintetben, hogy Zidane abszolút tett rá, hogy ki az ellen, vagy milyen csapat az ellenfél. Ő úgy állította fel a csapatot, hogy a Real Madridot föl kell állítani, tele van támadó játékos, és aztán ketten majd így hátul szólnak, hogy a gyerekek 80 méteres terület van előttünk, nem baj, és szólnak hátra, hogy nem baj, majd oldjátok körülbelül Varane meg Ramos ott majd. Hát most egy kicsit karikíroztam a dolgot, de körülbelül így néz a dolog ki. És hát ehhez a Zidane által favorizált 11-hez, ugye Isco is az ő korszaka alatt hozzátartozik, tőle viszont a gólokat egyelőre hiányolt. Mennyire képes szerinted ő kiegészíteni ugye Benzemát, Ronaldot és Hamest, mert ez lesz majd az első hármas? Az esély megvan rá, mert egy nagyon kreatív játékosról van szó Isco esetében. Én nagyon bízom benne, hogy meglátja majd az üres területeket, illetve meg tudja húzni azokat a váratlan dolgokat, amit korábban például Di Maria képviselt a Real Madridban. Úgyhogy bízom benne, hogy sikerül neki. És akkor egy mondat Griezmannról, mert a Torres-e volt is bajod, Griezmannal nem lehet, vezeti a házi góllövő is, tehát ha a 80 méteres területek lesznek, akkor az neki nagyon tetszik majd. Bizony, ezeket remekül meg fogja oldani, úgyhogy szerintem talán rá jobban rá fog menni az a két ember, akit az Iván említett, hogy hátul marad a Real Madridnál. Gyorsabb Griezmann, mint az imént említett urak? Igen. Igen, azt hiszem a mostani 3-4 órás felvezetésben, amely pillanatban befejeződött, hiszen rövidesen kapcsoljuk majd a Bernabeut és Faragó Rihárdot. Egy rövid pillanat, hogy hiány a Madrid-e.
képviselői. Itt mellettem az Atletico képviseletében Bence Szabolcs, akivel ugye beszéltünk már nagyon sok mindenről, arról még nem, hogyha nem lesz meg esetleg a bajnoki cím, amiről ugye hát kezét a szívére téve Simeone már lemondott, akkor elég boldogsága, ha a Reált sikerül megelőzni. Ha megnézzük a tabellát, akkor az is kiderül majd, hogy ez mi kell. Természetesen az mindig elég boldogság, de ha nem lesz meg a bajnoki cím, meg lesz a BL. És körülbelül ki lehet tenni a két pontot, meg az ismétlőjelet, hogyha téged kérdeznek, nem? Én nálunk is hasonló a cél, hogyha a bajnoki cím nem lesz meg, akkor a BL-ben még bízhatunk. És ugye megelőzni az Atletit. Akkor ott találkozunk. És megelőzni igen, az Atletit, nem? Találkozunk. Igen. Ez a lényeg, hogy előzzük meg az Atletikont. Most már másban a bajnokságban szerintem a realitást talaján maradunk, akkor nem bízhatunk. Nézzük meg, hogy a fordulóban milyen mérkőzések lesznek, még különös tekintettel azokra az összecsapásokra, amelyeket közvetítünk. Ugye beszéltünk már a záró meccsről, a Barca Sevillaról, ez vasárnap 20:30-kor esedékes, de szintén vasárnap az üldözők közül pályára lép a Villarreal, illetve játszik majd a Valencia az Athletic Bilbaóval. Ez a sorsolás, ez speckó összejött az Európa Ligában is. És akkor itt van a tabella. Iván, odaadtad a aranyérmet a Barszának? Hát azt hiszem, ezt még ebben a teremben is mindenki odaadta. Ha elismeri, ha nem, óriás. Ja nem, jó, nem ismerik el. Nem, hogy nem adta oda, csak nem ismeri el. Egyébként pedig azt gondolom az előbbiekről, hogy az Atletico-nak lehet, hogy a Real Madrid a legnagyobb vetétása, de a Real Madridnak nem az Atletico. És ezért ez mindenképpen szomorú szezon. No, akkor rövidesen most már valóban kapcsoljuk a Bernabeut, hiszen a csapatok megindulnak a játékos kijáróból a pálya felé, úgyhogy jön a 45 perc, és most a képviselik a csapatokat, és ők a jobbak e pillanatban, mármint a hangulat inkább csak itt volt jó a mérkőzésnek, azért nem volt sok csúcspontja, legalábbis az első 45 percnek. Látunk egy hatalmas labdabirtoklási fölényt a Reálnál, de összességében nem kellett ugye védenie az ellenfél kapusának, tehát nektek ez így jó, hogy nincs labda, de van helyzet? Elég lehet? Persze, hát azért nem jár pont a labdabirtoklásért, meg nem is arra játsszák. Szerintem egészen 30 percig egész szépen elcsúszkált ezen a én inkább finom pokrócnak mondanám, amit az Iván említett ezen a játékon a Reál. 30 perc után eljutott a kapuig is, és körülbelül ennyi volt ez a pár helyzet. Szerintem a helyzetek meg magáért beszélnek, mert abból majd kiderül, hogy milyenek is voltak azok a helyzetek. Ha van, akkor jöhet a reálos ellenvélemény a labdabirtoklásnak, miért nincs több következménye? Soha nem voltam híve az olyan focinak, ami ez a nagyon nagy labdabirtoklásra épülő játék. Most se tetszik, tehát ez a meccs szerintem elég gyenge eddig. Nagyon örültem volna, hogyha látunk normális helyzeteket, szépen kidolgozott akciók végén mondjuk góllal befejezve. Ez most nem jött össze. Reméljük, hogy a második fél időben, mondjuk hogy a szünetben egy kicsit egy kis székdobálás lesz az öltözőbe, vagy valami az Zidánból előjön az állat, és kicsit tudja motiválni a játékosokat. Ami meglepődtem, hogy én nem láttam a motivációt az Atletico játékosain sem. Ez a fél pokróc, amit Szabolcs mondott? Igen, tehát hogy nem ezt szoktuk meg a Simeone és Atletico-tól, és engem ez is meglepett. Jönnek akkor a helyzetek, egészen pontosan 5-öt tudtunk összeszedni az első fél időben. Mondjuk 5-öt, de Augusto lövését azért mutattunk meg a 10. percben, mert szemben volt a kapuval, és legalább helyzetbe tudott kerülni így módon az Atletico. Azt hiszem, ha gazdagabb lett volna a választék, akkor ez nem kerül be. Maradjuk ennyiben, akkor lerendeztük, hagyjuk magunk mögött az első negyed órát. Egy szabadrúgás és Varán csúsztatása a kapu mellé. Jó volt Kroos beadása Varán, az előző percekben védőként is remekül fejelt, itt is magasra ugrott, nem igazán tudta már irányítani, hiszen itt a
lassítás árulkodik, hogy háttal volt a kapunak, csak bele tudott csúsztatni, ez volt az első, ha nem is helyzet, de lehetősége a Reálnak. Aztán már túl a fél órán események egész láncolata, először egy gyors Ronaldo bedobás után Godin sárgásan húzza vissza Benzemát, és aztán ebből jön egy jó kis Ronaldo szabadrugás, majd azt követően még Benzema is gólt szerezhetett volna. Hát nagyon sajnálatos, hogy a Real Madrid fantáziája egy touchdobásban merült ki a támadójátékot illetően. Körülbelül ez volt az első igazi helyzet. A lövés persze jó volt, a szabadrugás, Benzemáé már kevésbé, de én azt gondolom, hogy hát az igen, csak elgondolkodtat, hogy 30 perc eltelt, és ekkor kellett. Egyébként a félpókrószra reagálva még annyi, hogy az Atletico fault nélkül lejátszott a simán ezt a fél órát, úgyhogy közelében nem volt a kapujának a Real Madrid. És ugye Oblaknak ez volt az egyetlen érdemi védeni valója. Itt már 40 perce játszottak a csapatok, Griezmann tisztán megfordul és ellövi. Hát erre számítottunk, hogy a Real védelme ellen az Atletico fog helyzetet kialakítani. Itt Carvajal csúszott ugye a védekezésben, a helyén jött fel az Atletico. Griezmann nagyon szépen lőtt, Navas jó helyen állt, középre ment a lövés, de így is nagy bravúr volt. Itt pedig Modric egy picit lemaradt Kokéról, és annyi hely pont elég volt még egy éres lövéshez. Na de hát ezt azért kapusnál nem megy be, tehát ez azért óriási potya lett volna. Ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy ha bemegy, akkor kapusiba, tehát hogyha kivédi, akkor nem lehet bravúr. Tehát ez egy kötelező védés volt már lesz. És azt látjuk, hogy a 71%-ról azért visszament a Real 68-ra, ennek talán megfelelően az Atletico-é volt az utolsó 5 perc, és a szögletarány, ha már mindenáron számokba akarunk kapaszkodni, ugye azt mutatja, hogy valóban nem kell sok labda legyen az Atleticónál, mert a kapu elé ti értetek oda valamivel többször. Tehát tulajdonképpen egy picit úgy alakul a meccsképe, hogy az az Atletinek kedvező lehet, nem? Így van, egész pontosan 5-ször annyiszor értünk oda a kapu elé. Remélem ez a következő fél időben meg még 10-szer ennyi lesz. Még jó, hogy nem szöglek. 50. Még 10-szer ennyi az 50. Nem, a Real Madridhoz viszonyítva 10. Jó, egyébként meg nyilván nagyon kevés a helyzet. Ugye Torrest figyeltük, aki, hát most ha már Pokrócnál vagyunk, nem tudom mi az ellentét, egy picit, mint a puha lett volna, úgy a Madridhoz is, mind a kettőhöz, de Benzemát sem nagyon találják meg, szóval a két center, mintha ott se lenne. Igen, most egyébként amikor a meccs előtt Attila mutatta ezt a helyzetelemzést, én totálisan ugyanazt láttam, mint hogyha csak visszajátszottuk volna újra, ugyanúgy szép lassan passzolgatnak jobbról balra, az Atletico védelem ugyanúgy felállt, ugyanúgy húzódnak az oldalról, követik a labdát, és lényegében ez zajlik a pályán. Ugye Iván a cseleket hiányoltam, azért nincs egy csel, mert nincs aki megcsinálja, ez álkérdés, mert tudjuk, hogy van aki megcsinálja, de egyszer nem látod, hogy egy az egyben próbálkozna a Real Madrid. Hát én azt látom inkább, hogy a Benitez-Zidane különbség nem nagyon mutatkozik meg egy komoly csapattal szemben. Tehát ugyan az előbbi felvetése mélyen egyetértek. Itt passzolgatás folyik, jelzem, tudok olyan csapatokat, tehát kettőt mindenképpen, a Barcelona és a Bayern München, amelyik kicsit izgalmasabban járatja a labdát, mint a mai Real Madrid, tehát ez nem mindig unalmas, ha valaki tartogatja a labdát. Hát ez ma nem nagyon sikerül, eddig legalábbis nem sikerült, és én azt gondolom, hogy Simeone taktikailag egyelőre felülmúlja Zinedine Zidant. Rövid szünet, és aztán vissza a második fél időre. Sokkal boldogabbak. Egy olyan meccsen, ahol Zinedine Zidane elszenvedte első vereségét vezetőedzőként, és hát a legutóbbi 6 meccsén a Real nem tudta legyőzni az Atleticót, sőt, ugye ebben 4 Atletico siker van. Tulajdonképpen lehet, hogy lesz ebben vita, de a második fél időben a helyzetek számától, vagy éppen hovatartozásától függetlenül jobb csapatbenyomását keltette számunkra az Atletico. Vita! Mindig is sok csapat benyomását keltett az Atletico, nem csak ezen a meccsen. Igen, tehát ezen a meccsen kifejezetten játszott az Atletico és nem a Madrid, ez lett az eredménye. Az jó, hogy már nyilván örömteli, hogy nem csak harcosságban, hanem néha kimondottan játékban is lehetett partnernek lenni, vagy akár fölülmúlni a Reált? Hát én most kifejezetten örültem annak, hogy az Ivánra egy kicsit így rá tudtunk cáfolni ezzel a poklossággal. Tehát így játszott. Nem tagadom, hogy az Atletico egy harcos csapat, de most kifejezetten játszott az Atletico, ahogy azt kell.
Jöttek nyilván a cserék, láttuk Borja Majorát beállni, jött Hesse pont a 70. percben, ahogyan azt lehetett sejteni. Mennyire érezted azt, hogy Zidánnak van köze ahhoz, hogy ez a meccs ez esetleg kikerüljön a medréből, vagy lehet köze hozzá? Igazából szerintem a maximumot kihozta ebből a cserepadból, amit ki lehetett. Ugye Benzema valószínűleg megsérült, erről mondjuk nincs infom, de valószínű sérülés miatt hagyta el a pályát. Hát kicsit most meg vagyok lőve, mert nem nagyon örülök ennek a végeredménynek. Nem tudom, tehát Zidane nem mondom, hogy leszerepelt, vagy ilyesmi. Ennyi tudott szerintem kihozni ebből a helyzetből, ami most lássuk, volt. Hogy milyen helyzetek voltak, hogy mi az, amit egyetem berúghatott volna a Real ezen a meccsen. Például a 48-ban Godin hibáját követően Ronaldo vágta kapu mellé a labdát. Iván? Ezeket beszokta lőni egyébként, ritka eset, hogy ilyen helyzetet kihagy, de azért rögtön hagy javítsam, mondjuk, hogy hagy kérjek elnézést, ha bárkit is megbántottam, az Atletico valóban túljátszotta a Real Madridot. Később Attila majd részletesen elemzi az Atletico gólját, úgyhogy maradjunk Ivánnál, hogy a te véleményedet is halljuk erről a kombinációról, Griezmann és Felipe Luis. Hát ennek minden pontja rendben volt. Először is az a lefordulása, hogy Modricot ott hagyta Griezmann. Neki nem kell mondani, hogy milyen tempóba adja, és ez a kulcs, a másik kulcs, hogy Felipe Luis nem lőtte el, nem keresztbe az ötösre, hanem visszapasszolt, a csodálatos támadás volt, és hát le volt játszva a Madrid. Mint ahogy Juan Fran egyetlen cserére állva maradt két madridi, gyakorlatilag egymást szidalmazva, és a lefejelt labdából Saúl Ñíguez került talán túl közel is a kapushoz. Hát azért került túl közel a kapushoz, mert Navas, mint oly sokszor, nagyon bátran és jól mozdult ki a kapujából. Hazai mérkőzésen ismét ő volt a csapat legjobbja. Itt könnyen 0-2-re alakulhatott volna az eredmény. Mindentem, mint hogy hazai pályán megy Real Madridba, kapus a legjobb. Márpedig ez gyanús, hogy Navasnál sokkal jobb egyéni teljesítményt nem fogunk találni. Így van. Ronaldo fejese teljesen tisztán, de középre bólintotta. Itt megint csak azt mondom, ezeket beszokta fejelni, tehát ahogy a helyzetet kihagyta, beszokta rúgni, de mindegy, nem lehet mindig ő rá. Tehát ő, persze, ő megmenti a Real Madridot sokszor, de az a kérdés, hogy hogy lehet ilyen gyengén játszani a Real Madridnak? Otthon. Aztán az első csere, Borja Majoral, talán sokakat meglepett, hogy először ő érkezett a csapatba, oda ajándékozza neki Griezmann ezzel a fel nem szabadító fejessel, és aztán kell még belekapni a Oblaknak. Az ő cseréje akár be is jöhetett volna, hiszen az IFI BL-ben remekül játszott, gólokat lőtt, illetve a Castilla-ban is jó teljesítményhoz, tehát ilyen meglepő csere volt, bejöhetett volna, sajnos annyira nem jött be az ő cseréje. Kimondottan Szabolcs és Andrásra vagyok kíváncsi, hiszen pártos véleményekre van szükségünk ennél. Tehát 11-es volt-e mondjuk a reálos szerint, András? Egyértelmű, hogy igen. Szabolcs, egyetemű, hogy nem. Atletikus. Semmi. Jó, és akkor Iván mondjuk függetlenként? Bele a lábam. Nem, semmiképpen sem. Jó, Attila, és van idő. Fülét vakarja. Szerintem 11-es volt. Na jó, hát ezt 2-2-ben akkor X-re hoztuk. 88. perc, és Hesse az utolsó csere körülbelül ugyanonnan, mint Borja Majoral, és ez a lövés ugyanúgy mellé megy, mint ahogy az is mellé ment volna. Hát ez veszélytelen volt. A helyzet nem volt ennyire veszélytelen, de a lövés pillanatában már semmilyen veszedelmet nem keltett. A statisztikát láthatjuk, kétharmad, egyharmad arányban a labda a Real Madridnál, és hogyha a gólhelyzeteket látjuk, akkor azt találjuk, hogy talán a kapu előtt picit többet tűnt fel a Real Madrid, de kapura már az Atletico Madrid veszélyesebb volt. Egyetlen találat döntött el, tehát az összecsapást, Attila pedig most megmutatja, hogy itt mi volt a kulcs. Iván kiemelte már a lefordulást, bizony a lefordulását, de nyilván a visszapassz sem volt csúnya, mert hát ahogy ott a védők lába mellett pont egy labdányi helyen rúgta Griezmann. Beszélgettünk arról, hogy lehetnek ellentámadásai az Atletikónak, amik veszélyesek lehetnek, de ez nem az volt. Tehát most itt elveszem itt a jeleket. Ők bedobáshoz jutottak, és egy bedobás kellett volna kivédekezni, ami nem sikerült. Itt még azt mondom, hogy felálltak a párok,
Itt mondjuk egy kicsit nagyobb a távolság, de itt is, és itt még Danilo is pára van, és úgy, ahogy ez lenni kell, biztosítók vannak. Tehát végül is úgy létszámban megvan a Madrid ennél az Atletico bedobásnál. Itt két kulcs momentum lesz. Az egyik az, hogy Kroos levág Griezmannról, ugye mert ide fog jönni a bedobás, levág Griezmannról, és már soha többé nem éri utol, csak batyogni fog utána. A másik, az a fejes utáni labdavesztés, amely először Iscoé, majd utána láthatjuk, hogy Modric előrefele mozog, Griezmann lefordul. Eddig volt az egyik hiba. A másik, most ugye dörög az ég, ezt ki kéne védekezni. Meg vagyunk, mondhatom megint, ugye? Mert itt van egy védőnk, itt van még egy, ők is megvannak, de arra nem számít senki, hogy itt jön a brazil mindjárt, mint a gyors vonat. Abban a pillanatban, amikor Filipe Luis megjelenik, ez egy 4-3 elleni szituáció, amit gyönyörűen játszanak ki. Griezmann kijátsza a labdát bal oldalon, amit itt még lehetett volna csinálni. Ugye itt van az említett Kroos, aki folyamatosan fut az események után. Tehát itt még ugye a gólszerző megközelíthette volna, illetve véleményem szerint, ami még mondjuk megoldás lett volna, hogy Varane visszalép, nem megy be, hiszen itt megvannak a párok, mind a három védő bemegy az ötösre, és így Griezmann üresen marad. Hát a többit meg nem kommentálom, mert ezt már láttuk. Ez tehát a találkozót eldöntő gól, és annyira sietünk tovább, hogy semmi másra nincs idő, mint hogy mindenkinek megköszönjem, hogy eljött hozzánk az uraknak az asztalnál, és természetesen a szurkoló távozó képviselőinek. Egy évvel tehát a 4-0 után ismét a 6. szurkoló távoznak boldogabban a Sportv stúdiójában. Köszönjük a figyelmet, itt a